Felkérek Pallós Istvánt, hogy mondja el, mire vigyázzunk. Napot kívánok mindenkinek, és tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, felértve a sajtóképviselőit és mindenek előtt a kitüntetetteket. Tisztelt vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim! Még egyszer köszöntöm Önöket a Csengeri díj idei átadó ünnepségén. A főváros által alapított sajtódíjat abból az elgondolásból hozta létre az önkormányzat, hogy példaképeket állítsunk a publicisztika jelesebb képviselőinek, továbbá, hogy ráirányítsuk a szakma figyelmét az adott év szerintünk legjobb újságírói teljesítményére. A főváros közgyűlése most így döntött. A 19. század derekán, az 1860-as években az irodalmi élet berkeiben létezett olyan vélemény, hogy írói karrier csak is Csengeri Antal szalonjából indulhat el. Aki vinni akarta valamire, annak iparkodnia kellett, hogy ide bekerüljön. Nem csak a kultúra területén volt nagy befolyása Csengeri Antalnak, hanem a politikában is nagy tekintélynek számított a kiegyezés korában. Magabiztosságának, törekvő, céltudatos egyéniségének köszönhette, hogy 23 évesen, 1845-ben már a korszak legjelentősebb lapjának, a Pesti Hírlapnak a szerkesztője lett. Munkatársai hamar meggyőződtek munkabírásáról, jó szervezőkészségéről, precizitásáról, egy szóval arról, hogy vezetésével a lap jó kezekbe kerül. Tartotta a kapcsolatot a politikai élet vezető személyiségeivel, részt vett a Kossuthnál tartott konferenciákon és különféle gyűléseken is. Állandó vendég volt a Nemzeti Színházban, ahol a szünetekben élénk társasági élet volt. 1848 végén felállt a Pesti Hírlap szerkesztői székéből, majd 1849-ben hivatalt vállalt a Szemere Bertalan vezette belügyminisztériumban. Emiatt a világosi fegyverletételt követően menekülnie kellett, de 1849 végén már visszatért Pestre, a haditörvényszék felmentette. Az 50-es évek enyhülő szellemi életében Deák és Csengeri köre jelentős befolyásra tett szert. Újságírói, így politikai befolyása a szabadságharc leverésétől a kiegyezésig, és azután is folyamatosan növekedett. A mérsékeltek mozgató szellemének nevezték, mérsékeltnek, tehát békés, tárgyalásos úton kívánta az ország sorsát rendezni. Az általános vélemény az volt Csengeriről, hogy egy csendes háttérember, aki kerüli a nyilvánosságot, az embereket, de a háttérből, mint amolyan névtelen főnök irányít. Műveltségét nem vitatták, és elismerték következetességét, józanságát, fegyelmezettségét. Puritán, szolíd, ugyanakkor megközelíthetetlen ember benyomását keltette, ezért az emberek többsége inkább tisztelte, de közben távolságot tartott tőle. A külvilág számára azonban nem önmagát adta, hanem azt az egyéniséget, amelyet láttatni akart. A magánéletben vagy baráti körben teljességgel átalakult, barátságos, kedves ember volt, otthon kedves férj, apa, nagyapa, aki térdére ütette az unokáit. Tisztelt újságírók, tisztelt díjazottak! A Csengeri díjjal a fővárosi önkormányzat köszönetét fejezi ki, mindazért a munkáért, amelyet önök segítettek megismertetni és megértetni azt a tevékenységet, amelyet a városvezetés és a város döntéshozó testülete végez Budapesten. Az önök munkája segített és segít nekünk abban, hogy döntéseink, terveink eljussanak a közvéleményhez. Ám abban is, hogy mi politikusok is tájékozódjunk a fővárosiak véleményéről, döntéseink visszhangjával. Önök nagyon fontos feladatot vállaltak az elmúlt esztendőkben azért, hogy e két irányú kommunikáció minél jobb és hitelesebb legyen. És ez a feladat felelősséggel jár. Önöknek elkötelezettnek kell lenniük mindannyiunk életminőségének javításában. Itt nem
szükségletre gondolok, hanem a mindennapi szellemi táplálékra. Lukai Anna következőket írja. Sokszor érzem, hogy akik ma értelmes művek olvasásából értelmes világlátást akarnak szerezni, azoknak elég nagy küzdelmet kell folytatniuk, mert a média, amely körülvesz bennünket, eléggé gyalázatos és olcsó világ arra ösztönöz, hogy azt higgyük el, amit ott látunk. Úgy vélem, hogy a sajtó akkor tud a társadalom jótékony, építő részévé válni, a közjóért tenni, ha az igazat, nem pedig a hamisat vagy a féligazságot írja. Akkor segít a közösség tagjainak, ha tényszerű és nem szélsőséges, ha a közölni kívánt mondani való kiegyensúlyozott és nem részrehajló, ha azt írja, mondja, ami a való, nem pedig amit érzelmei szerint láttatni szeretne. A sajtó akkor teljesíti ki feladatát, ha képviselőinek valós a meggyőződése, hogy a közjóért akarnak cselekedni, és nem áldozzák fel tudásukat, képességeiket, olcsó hatászvadász, pusztán profit növelő írásokban, vagy rövidtávú politikai érdekek kiszolgálása céljából. Tisztelt kitüntetettek, név szerint Kocsis Éva, Kovács Andrea, Erdei Tamás, Szentesi Zöld László és Szirmai Dávid. Önök, a mi véleményünk szerint, tényszerű és felkészült munkájuk során mindannyian arra törekedtek, hogy a legjobb tudásuk szerint betartsák a szakma írott, bár ilyen nem sok van, és íratlan erkölcsi szabályait. A fővárosi önkormányzat nevében köszönöm, köszönjük, hogy napi feladataikat, tudósításaikat, publicisztikáikat, riportjaikat és beszámolóikat, a közösségért való cselekvés, közjó érdekében is jegyében látják el. Nem gondoljuk, hogy ma ez a felfogás általános lenne. Hálás szívvel köszönöm munkájukat a magam és a fővárosiak nevében. Jó munkát, sok sikert és ehhez jó egészséget kívánom önöknek és családjuknak. Gratulálok önöknek. Köszönöm szépen. Kocsis Évának, szerkesztő műsor vezető részére. A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában indult magas színvonalú szerkesztő műsor vezetői tevékenységét. Kovács Andrea, riporter műsor vezető részére. A Hír TV Magyarország élőben című műsorában a főváros és a fővárosi önkormányzat működését érintő hírekről több éven át magas színvonalon hitelesen, pontosan és tárgyalósan nyújtott tájékoztatásáért. Erdei Tamásnak a Metropol újság főszerkesztője részére. A főváros és a fővárosi önkormányzat működését érintő hírekről magas színvonalon, hitelesen, pontosan és tárgyalósan nyújtott tájékoztatásáért. Szentesi Zöldi László, szerkesztő, riporter, újságíró részére. Több médiumban is alázatos, hiteles és elhivatott újságírói tevékenység. Szirmai Dávid újságíró részére. A főváros és a fővárosi önkormányzat működését érintő hírekről a bulvár sajtóban magas színvonalon, hitelesen, pontosan és tárgyalagosan nyújtott tájékoztatásáért. Még egyszer gratulálok én is a díjazottaknak. Köszönöm, hogy eljöttek, és most megkérem a díjazottakat, meg főpolgármester urat, hogy mögé egy csoportképre álljanak be. Köszönöm.